kiállításra várnak a karcagi értékek, felújították a tiszaderzsi orvosi rendelőt, matematika versenyen vettek részt a refisek, 500 000 forintból újult meg a szabad strand. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. június 2-án 18 óra 5 perckor. Év végén a karcagi György István Nagykun Múzeum munkatársai korábbi raktárukból mintegy 8000 tárgyat költöztettek ki, becsomagolva a volt laktanya egyik épületébe. Azóta elkezdődött a kicsomagolás és a tárgyak polcra helyezése. Dr. Nagy Molnár Miklós igazgatóval a kerámiák között beszélgettünk erről. Minden kerámia, ami a múzeum gyűjteményében található és nincs kiállításban, az itt található ebben a teremben. Első nagy feladatunk az volt, ugye, hogy a csomagolás után kibontsuk, illetve letisztítsuk a tárgyakat, hiszen már régen nem voltak kezelésbe véve. Megállapítottuk, hogy melyik tört el, melyik maradt éppen, melyik, hál' Istennek a szállítás közben, ugye mindig izgulni szoktunk, hogy hiába csomagol az ember óvatosan, azért előfordul néha, hogy összetörnek tárgyak. Hál' Istennek a mostani szállítás közben egy-két tárgyunk tört csak el, és ahogy itt lehet látni, azért több ezerről van szó. És megkezdődött a szisztematikus szétpakolása a tárgyaknak. Hát ez több hosszabb időt vesz igénybe, ugyanúgy, mint majd a többi tárgynak a szétpakolása is. Ugye itt az a szisztéma tulajdonképpen, hogy a falfelüli oszlopban, illetve a falfelüli polcon találhatók a régi kerámiák, tehát a 18-19. Századi kerámiák, 20. század elejé kerámiák a két polcsoron. A főzőedények legalul, aztán a tárolóedények, víz, bor, illetve pálinka tárolóedények találhatók. Azok között is megkülönböztetve a régi feketére égetetteket, illetve a mázas vörösekre égetett, például a köcsögök, és a mázas edényeknél a mázas köcsögök jönnek sorban. Tehát tulajdonképpen edény típus és használat típus szerint is igyekszünk szétpakolni a tárgyakat, pont azért, hogy könnyebb lehessen majd visszakeresni adott esetben, hogyha valamilyen kiállításhoz, vagy feldolgozáshoz, egyéb feldolgozáshoz kell ez a tárgy. Utána a történeti kerámiák után pedig szétrakjuk alkotók szerint. Tehát ugye jeles alkotók vannak Karcagon, Kántor Sándor volt az egyik, akit a leghíresebbnek tudunk. Ő a leghíresebb fazekasunk, aki sok mestert tanított. Őt követik majd a Szabó, tehát Szabó Mihály és ifjabb Szabó Mihály munkái, majd Esznagy István munkái és Szűcs Imre munkái, illetve a nádudvariak és máshova való kerámiák láthatók majd, tehát lehetnek ebben, majd tároljuk majd itt a polcokon elkülönítve. És majd itt kapnak helyet természetesen a russói család kerámiái, illetve csempéi, Kályha csempéi, amelyből ízelítőnek már itt is van egy jó pár darab, de ugye egy másik helységben még ott van az összes hagyaték, amelyet pár évvel ezelőtt sikerült megszereznünk, tehát a egykori Kályha csempe dúcok, amelyek ugye adták a budavári, többek közt a budavári palota kályhárnainak is a szemeit. Felajánlásból kaptak egy jégszekrényt is, a mai hűtőszekrény ősét, de vannak ekélyik is, amit restauráltatni kellene a megyeszékhelyen lévő múzeumok restaurátoraival. Van a gyűjteményünkben például egy jégszekrény, ami ugye a hűtőszekrénynek az őse, egy fa szekrény, lemezzel kialakítva, felülről ketették bele a hűtendő árukat, és közepén egy hasáb, amiben jeget tették bele. Ugye megvették a jégcsarnokba,
Hazavitték, berakták, és az sokáig, vagy vittek haza, és akkor jégverembe, mert otthon is alakítottak ki a veremben helyet, onnan pótolták, és akkor ez volt a hűtőszekrény őse. Alul egy kis csapja van például, hogy a felolvadó jég szépen ki tudjon folyni belőle. Tehát van például ilyen. Akkor olyan, ott vannak az ekéink, amelyek között szintén van olyan típus, ami nincs kiállítva a kiállításba. Ezeknek sokszor az a legnagyobb problémája, hogy nincsen restaurálva. Hiszen ma már a restaurálás nem két fillér. Sosem volt az. A múzeumnak nincs restaurátora, önálló restaurátora, hanem mindig a megyei múzeumból. Vagy most már megyei jogú városi múzeumok, tehát megyeszékhelyekkel lévő múzeumok restaurátorait tudtunk megkérni, akik szintén túlterheltek, hiszen az elég nekik a saját múzeumuk anyagát restaurálni. És ezért nem mindent tudunk kiállítani, holott azért van olyan, ami ma már pótolhatatlan azok közül. Nekünk most az a feladatunk, ugye, hogy szépen szétrakjuk, azért van szükség Dexon-salgó polcokra, és szépen szétrakjuk, hogy majd az utódaink egy szerencsésebb korban, amikor több pénz lesz restaurálásra, vagy több pályázat, vagy más lehetőségek, akkor majd azokat a tárgyakat, amiket mi megpróbálunk ezen a szinten megőrizni, meg tudják majd úgy csinálni, hogy utána egy másik életmódot tudjanak bemutatni. Hiszen csak akkor tudunk új szempontok alapján kiállításokat rendezni, ha tudjuk egyáltalán, hogy milyen anyagunk van. A csoportoknak az előírt létszámkorlát miatt érdemes előre bejelentkeznie. Most, amikor a kerámiákat szétrakjuk, akkor nem csak szétpakoljuk, hanem egyúttal egy revíziót is végrehajtunk. A revízió az egy olyan munka folyamat, amit a múzeológus szakmában meg kell csinálnunk, és 7 évente van előírva, kötelező jelleggel. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor minden tárgyat a kezünkbe kell venni, meg kell nézni a leltári számát, leltári szám alapján be kell azonosítani a leltárkönyvbe, meg kell nézni, hogy megvan-e a leíró kartonja, ha nincs, pótolni kell az információkat rajta, amit tudunk. Meg kell nézni, milyen állapotban van, hogy azóta, amikor legutóbb revíziózták, hogy azóta romlotta az állapota, vagy nem romlott az állapota, és ha romlott az állapota, azt is megjegyzésbe oda kell tenni, és azokat ezek közül kell utána tehát a restaurátornak tervet készítetnünk. Tehát ez egy olyan ideális állapot, amit még sosem hajtottak vére, tehát mióta Magyarországon múzeum van, ezt még a Nemzeti Múzeum sem tudta így megvalósítani. Újraindulnak a múzeumpedagógiai foglalkozások is, itt is kérik a telefonos egyeztetést. Fotosné Ceglédi Zsuzsannát, Tiszadás község polgármesterét a Magyar Falu program keretében nemrégiben felújított orvosi rendelő beruházásáról kérdeztük. Tiszadás polgármesterével, Fotosné Ceglédi Zsuzsannával beszélgettünk. Nemrégiben került átadásra, felújításra a házi orvosi rendelő. Nyilatkozta televíziónknak a polgármester asszony. Önkormányzatunk sikeresen pályázott 2019-ben a kormány által támogatott 100%-os támogatottsággal bíró Magyar Falu programba, és ez volt az első magyar falus pályázatunk, ami sikeres elbírálásba részesült. A pályázatban az orvosi rendelő tetőszerkezetének a felújítását céloztuk meg, és az elnyert összeget, ami majdnem 13 millió forint, a épület teljes tetőcseréjét valósítottuk meg belőle. Lecserélésre került a tartószerkezet, a födém, a tetőlécezés, és új mázas cseréppel lett ellátva az épület. Emellett kicserélték a esőcsatorna rendszert, a két terasz leburkolásra került, és ami nagyon fontos, és egy több éves hiányosságot pótoltunk, hogy a rendelő vagy a váróterem előtti terasz egy fedett részt kapott, ami ugye biztosítja, hogy esős idő esetén a babakocsit, a rokkantkocsival meg tudjanak állni ott a betegek, és biztonságban nem áznak a babakocsik meg
járművük, amivel jönnek. Folyamatosan arra törekszünk, hogy önkormányzati ingatlanjainkat fejlesztjük, bővítsük, felújítsuk. Ebben nagy segítséget jelent az előbb említett Magyar Falu program. Ugye a 19-es pályázattal már elszámoltunk, és ez évben is az önkormányzati ingatlanos pályázat keretében az orvosi rendelőnekben a fűtés korszerűsítését kívánjuk majd megvalósítani, hogyha nyer majd a benyújtott pályázatunk. De a többi intézménybe is nagyon sok eszközt, sok felújítást tudunk ennek a programnak köszönhetően megvalósítani. A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 3. B osztályosai sikeresen szerepeltek a Küri Országos Matematika Verseny megyei döntőjén. A részletekről felkészítőjükkel Kiszelák Edit tanítónővel beszélgettünk. A vírushelyzet miatt a gyerekek most az iskolában és nem Szolnokon versenyeztek. Idén itt az iskolában írták a gyerekek a versenyt, tanteremben, természetesen egyébként ugyanúgy, ahogy ott is írták volna, feladatlapot kaptak, és töltötték ki ugyanúgy 60 perc állt a rendelkezésükre, mint egyébként is szokott. A tanítónő osztályában sok matematika iránt fogékony gyermek van, akik jól átlátják a feladatokat és ügyesek is. Mi már azért harmadik osztályban úgy veszük át a gyerekeket az alsóbb évesektől, hogy puhatolózunk, hogy ki az, aki matematika iránt fogékony és kedve is van csinálni ezeket a feladatokat, hiszen tényleg másfajta irányultságot igényel, mint egy órai feladat. Akiknek van ahhoz érzékük, hogy ezeket a versenyfeladatokat átlássák, és ügyesek benne. Bár én egyébként azt is szoktam mondani a gyerekeknek, hogy igazság szerint az is jöhet, akinek csak kedve van, hiszen azért ez nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy órán ügyesek legyenek, és semmi baj, hogyha nem ér el olyan versenyeredményt, jön velünk, csinálja, az a lényeg, hogy kedve legyen, hiszen anélkül nem megy. A matek verseny nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy órán ügyesek legyenek, és semmi baj, ha nem ér el olyan versenyeredményt, az a lényeg, hogy kedve legyen, hiszen anélkül nem megy. Vili a tanítónő, akinek szép sikereket értek el diákjai. A legjobb helyezést Bíres Dúri ért el, második lett. Szabó Glenda harmadik, Szabó Máté negyedik, Berecki Zétény ötödik, Lőrinc Mátyás hatodik, Kis Hanna hetedik, és Szentesi Linda nyolcadik helyen végzett. A tanítónénitől ötöst kapnak, osztályfőnöki dicséretet, illetve akik magasabb helyezést értek el, igazgatónéni is megdicsérte őket. A gyerekeket a matematika felé játékos feladatokkal, eszközökkel, társasjátékokkal motiválja a tanítónő, aki minden feladathoz megkeresi azt a fajta játékos tevékenykedést, amivel megértik azt, és szívesen tanulják az egyébként nem könnyű tárgyat. Nyilván azért mi is kellünk hozzá játékos feladatokkal, minél játékosabb feladatokkal, eszközökkel, nagyon sokat játszunk, társas játékokat szoktam nekik behozni, kockázunk, tényleg minden feladathoz megkeresem azt a fajta játékos tevékenykedtetést, amivel ők ezt megértik, és kedvük lesz hozzá, de nagyon szívesen csinálják, hál' Istennek, úgyhogy élvezik. Átadták a mintegy 500 millió forintból megújult tiszafüredi szabadstrandot. F. Kovács Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője, online is követhető sajtótájékoztató méltatta a beruházást, kiemelve, hogy a Tiszató környéke, Tiszafüred szépen fejlődik, az önkormányzat nyertes pályázatának köszönhetően már 2019-ben megkezdődtek a városban a szabadstrandot érintő család és vendégbarát fejlesztések. Újvár Imre Tiszafüred, fideszes polgármestere elmondta, a tiszafüredi szabadstrand a terület és településfejlesztési operatív program pályázatán nyert 400 millió forintból, és a magyar kormány 23 millió forintos támogatásából újult meg. Az új Turinform konténer iroda létesítésére a Magyar Turisztikai Ügynökségtől hazai forrásból 20 millió forintot nyert az önkormányzat. A szabadstrandot érintő fejlesztésről elmondta, a két szakaszban megvalósult beruházás részeként tavaly nyáron a vízfelületen moduláris stégrendszert építettek ki, fitnesspark és multifunkcionális sportpálya létesült. Az idei szezonra többek között új főépület épült vizes blokkokkal, elsősegélyhelyiséggel és személyzeti öltözőkkel. Továbbá kialakítottak egy strandfocipályát lelátóval és egy napozó teraszt is. A tervek szerint június 4-én nyitó családbarát szabadstrand területére a Tiszafüred városkártyával rendelkezők továbbra is térítésmentesen léphetnek be.
A polgármester szólt arról is, hogy Tiszafüreden a terület és településfejlesztési operatív program nyertes pályázatainak köszönhetően az elmúlt időszakban többek között új piaccsarnok, korszerű egészségügyi központ létesült, megújult a teljes belváros, új főtér és a Tiszató legnagyobb játszótere épült meg. Molnár Anita, a Magyar Turisztikai Ügynökség program igazgatója szerint minden esély megvan egy sikeres nyári szezonra az idén is. A turizmus újraindításában kiemelt szerepe van a Turinform hálózatnak, amely évente 1,8 millió vendég megkeresését kezeli. Kitért arra is, hogy 2020-ban hirdették meg azt a pályázatot, amely során 22 Turinform iroda, köztük a tiszafüredi is sikeresen pályázott. A Turinform tiszafüredi munkatársai 10 településről gyűjtenek információkat, és mintegy 30 turisztikai attrakcióról nyújtanak hiteles tájékoztatást. A Tiszató és Tiszafüred, Debrecen és térsége turisztikai térségrészeként 2020-ban Balaton és Mátrabükk után a harmadik leglátogatottabb turisztikai térség az országban, 7%-kal részesedik a belföldi vendégforgalomból. A Magyar Turisztikai Ügynökség 2019-ben indította el strandfejlesztési programját azzal a céllal, hogy 2030-ig Magyarországon valamennyi szabadvízi strand megújuljon és európai színvonalúvá váljon. A kisfaludi strandfejlesztési konstrukció 2020-as negyedik ütemében Tiszafüred mellett a Tiszatónál további 6 település strandja újult meg, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség programigazgatója. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházakból. Viszontlátásra!